Szép estét kívánok! Kedves nézőink bizonyára megszokhatták, hiszen számtalanszor beszámoltunk róla, hogy a nyár egyik legfontosabb pillanata, kulturális pillanata a székesfehérváriak számára, amikor megérkeznek Moldvából, Csángóföldről a vendégek a velencei táborba, akik ellátogatnak minden esztendőbe a Székesfehérváron, nem történt ez más idén sem, másként. Az a különbség, hogy Nyisztor Ilona nevével fémjelzett csapatból, most Lészpedről, Csíkból és Pusztináról érkeztek. Az első vendégeim Bákó megyéből, a Gerlány, hogy közeli kicsi településről, Lészpedről jöttek. Szép jó estét kívánok! Mihály Szende Anna Mária és Csorba Dária. Gyönyörűséges, szép nevük van. No, egy kicsit beszéljünk erről a kicsin településről, hiszen nagyon keveseknek adatik meg, hogy ellátogasson Lészpedre. Azt tudjuk, hogy egy katolikus Csángó település, ahol ortodox románok is vannak, de inkább mi arról beszéljünk, hogy mi mindent jelent egy ilyen helyen, Csángóföldön magyarnak lenni, magyarnak maradni. Ugye pedagógusként, illetve fiatal, Dária 14 esztendős, mindenképpen fontos, hogy hogy kezdődik, hogyan lehet a magyar nyelvet átörökíteni. Ennél nehezebb és szebb pedagógusi feladat nem nagyon van. Hát az valóban így van, nem nagyon van. Hát ez a Lészped igazából Bákótól északnyugatra helyezkedik el Gerlény községben, és az egyik legrégibb Csángó falu. Tehát ezt bizonyítja a jó szituált földrajzi helyzete is, az, hogy két város között van, tehát Bákó, és 7 kilométerre található tőle Búhus. Az a Lészped a nevét igazából egy lécpadtól kapta, egy lécpadról kapta. Ez a lécpad ott állt a vakembernek a háza előtt, ahol mindig megtalálkoztak az emberek, mikor mentek a hegyen át Pusztinába. Tudni kell, hogy ez a két falu, tehát Lészped és Pusztina mai napig is nagyon tartják a komaságot, összejárnak mai napig. Nyilván gyengült már a kapcsolat a két falu között, de még mindig nagyon összetartóak. Nagyon fontos az összetartás, az összetartozás. A legutolsó időszakban mi is azért itt az anyaországban sokat teszünk érte, de a neheze az mindig önökre hárul, a magyar nyelvet megőrizni mindenképpen. És hogy ez miként sikerül, azzal mielőtt beszélgetnénk, én megkérem szépen Dáriát, hogy mit hozott nekünk egy olyan dalt, amire csak ámulunk, bámulunk. Kettő szárnya van a marti fecskének, jobb a lánynak, jobb, mint a menyecskének. Menyecskének csak elkötik a fáit, búvolt üti el a gesszusi látjét. Menyecskének csak elkötik a fáit, búvolt üti el a gesszusi látjét. Jaj, de széjes, jaj, de hosszú az az út, ó, máiken Genga Rózsa már indult, Genga Rózsám, térülj vissza utódra, gondolkozás a tárégi babádról. Genga Rózsám, térülj vissza utódra, gondolkozás a tárégi babádról. Diófából könnyű hidat csinálni, jaj, de bajós, jó szárát találni. Diófából könnyű hidat csinálni, jaj, de bajós, jó szárát találni. Száróz ágról messze rappan a fácska, nyári babám jutok-e még a szédbe, hogy ne jutnál alsa felejtett állák, óra nincsen kiválnám ám legátlák,
hogy ne jutnál el, se felejtettálak. Úrra nincsen kivel, nem emlegetlek. Nagyon szép volt, azt hiszem, hogy köszönjük, Dária. Darius kincse sem ér többet, biztos vagyok benne. Hogy tanultad meg ezt a dalt? Beszéljünk egy kicsit a magyar nyelvről, hiszen ezt a dalt csak azok tudják nagyon szépen elénekelni, mint ahogy te, akik nagyon szépen beszélnek magyarul, már pedig ez így van. Hát ez az neked, mint csak tanítónétől, hogy tanultam meg, mert készültünk. Mi mindent kell tenni a hétköznapokon, hogy valaki ilyen szépen énekeljen? Itt ilyenkor jön az oktatás program. Igen, pontosan. Tehát ez az egész oktatási program, ez ugye 29 helyszínen működik. Van, ahol még nincs iskolai oktatás, csak ilyen délutáni oktatás. A Lészped az a szerencsés helyzetben van, hogy amint tudnélik, ugye a régi időkben, amikor még magyar nyelven tanultak, Dáriának az anyókájáig, így hívják ők nagymamát, abban az időben még magyar tannyelvű iskola volt. Nos, a Lészpedi magyar iskola bírta leghosszabb ideig, az azt jelenti, hogy 1960-ban zárták be, és ezt követően elég sokan voltak, ott tanított Kallós Zoli bácsi is Lészpeden, meg utána Hegyeli Attila, ha jól tudom, és utána került oda Márton Attila tanító bácsi, aki szentegyházi születésű, és ő elment egy évre, hogy kipróbálja Lészpeden, hogy milyen a tanítás. Ugye kevesen beszélnek Lészpeden is magyarul. Nem, ez nem igaz. Most már egyre többen? Nem. Ez igazából úgy van Lészped esetében, hogy nem mernek beszélni. Tehát az egész faluban szinte, tehát katolikusok. A falu közepén katolikusok élnek, a két karéban körülölelik az ortodoxok, na ők azok, akik nem tudnak beszélni, de a katolikusok, ők mind tudnak beszélni. Csak kell nekik egy bizonyos szinten ismerjenek téged ahhoz, hogy ők merjenek veled beszélni. Értem. Magyarul. Tehát a hivatalos nyelv a román, a hivatalos nyelv a román az iskolában is. Tehát Dáriának a napja úgy zajlik, hogy reggel kezdi, hánykor? Na, 8-kor. 8-kor kezdi. És azután... Hánykorig van a programod, Dária? Hogy egy nap? Kettőkorig. Körülbelül 2 óráig az iskolában vagy. Igen. És ugye ott román az iskolai tannyelv. És utána van arra lehetőség, hogy magyarul beszélj, hogy ne csak otthon és ne csak a barátaiddal? Tehát ez úgy szokott zajlani, hogy románul megtanulják a történelmet, a földrajzot, a zenét, tehát mindent románul tanulnak. Aztán 2 után be van építve hivatalos iskolai keretek között az órarendben a magyar órák száma. Tehát az órarendben be van építve, és órarend szerint járnak. Nekünk az a szerencsénk van, hogy, amint az előbb mondtam, Márton Attila kialakított egy saját magyar szaktermet, amelyről nem sok falu büszkélkedhet, mi erre nagyon büszkék vagyunk. És ott találkozunk a gyermekekkel, nekem általában úgy van az órarendem, hogy bemegyek 12-re, aztán jönnek az előkészítősök, az első, második osztályosok, harmadik, negyedik osztályosok, tehát ilyen szimultán csoportok vannak. És az otthonokban mi a helyzet? Tehát a születésénél fogva tanulnak a gyermekek magyarul, vagy nem. Gyakorta van olyan, hogy csak románul beszél, és az iskola, tehát a pedagógus dolga az, hogy megtanítsa a magyar nyelvet? Sokszor az van, hogy úgy jön el a gyermek magyar órára első, tehát előkészítő osztályoson vagy később, hogy nem is ért. És ezen kell dolgoznunk, hogy először kialakítsuk bennük azt, hogy megértsék, amit mondunk, aztán szókincsüket egy kicsit gyarapítsuk, hogy próbáljanak beszélni, hogy merjenek beszélni. Aztán egy idő után, amikor már... Hány éve is jársz magyar órára? Hát én 2 év. Dária például 2 éve jár magyar órára. Egy idővel aztán tudatosul bennük, hogy én vagyok a magyar tanárnéni, és nekem nem azt mondja, hogy doamna, hogy tanárnő románul, hanem nekem már automatikusan mondja, hogy tanítónéni. És a gyermekek mindig úgy szólítnak, hogy tanítónéni. Mikor ki határozta el, hogy elkezdesz magyarul tanulni? Hát legalább voltak valamilyen gyermekek, melyek mentek, és azt mondtam, hogy megpróbálom én is. Mert nem volt, hogy mondjam, én
Sokat foglalkozol vele? Sokat kell tanulni? Kérdezem ezt azért, mert a magyar nyelv egy nehéz nyelv. Tehát aki nem anyanyelvi szinten kezdte el beszélni, az nyilván. De akkor tehát szorgalmas vagy, hiszen szépen beszélsz. Darja, ő egy nagy meglepetés. Mert ő ugye, hogy 2 éve kezdett el magyar órára járni, be van iratkozva hivatalosan, és rengeteg pluszot vállalt magára, mindaz mellett, hogy neki most 8. osztályoson vizsgája volt a román tannyelvi iskolában, mert ez a vizsga átlaga szükséges neki ahhoz, hogy tovább tanulhasson Bákóba, vagy Bukusba, vagy esetleg Csíkszeredába. És ezt leszámítva a Darja még rengeteg versenyt bevállalt. Balada éneklő találkozót, énekversenyt, sőt még magyar tantárgyversenyt is. És az a meglepetés, hogy 2 év után annyira jó a hallása, annyira meg tudja különböztetni, meghallja, hogy na ez múlt idő, 1 tével írjuk, 2 tével írjuk, hogy tényleg olyan helyesírás hibákat ejt, amiket gyakran még mi is. Már kivételesen tehetséges vagy. Szoktál, tehát énekelsz. Hogy kezdődött? Szeretsz egyébként is énekelni? Igen, nagyon. Akkor beszéljünk a magyar dalokról. Hogy tanulsz meg egy dalt? Nyilván segítenek a felnőttek, de amikor egyedül vagy és elindul ez a folyamat, akkor sokat kell gyakorolnod? Hát nem olyan sokan, csak kell. Vannak kedvenc dalaid? Amit énekeltél, az például nagyon az gyönyörű. Ez a kedvencem. Ez a kedvenced? Igen. És a társaiddal ugye azért nagyon sok olyan barátod, barátnőd van nyilván, akivel románul beszéltek. Igen. De magyarul is beszéltek egymással? Inkább románul beszéltünk, vagy mink csak magyar óráról beszéltünk magyarul. És a magyar órák hozadéka ugye, hogy egyre többet tanulsz. Most itt vannak a dalok, nyilvánvaló, és vannak azért más, tehát olvasol is, vagy csak dalokat tanulsz? Igen. Olvasol? Igen. Tehát az úgy zajlik, hogy amikor van az iskolai magyar óra, akkor meséket tanulunk, tehát magyar nyelvet tanítunk nekik, magyar nyelv és irodalmat. De ugyanakkor odafigyelünk arra is, hogy a helyi tájszólásokat. Tehát, hogyha benne van egy szövegben az, hogy zokni, akkor mellette megjegyezzük azt, hogy az a korcon, aminek lészpeden úgy mondják, hogy korcon, hogy ez ne attól, hogy te azt mondod korcon, az ugyanúgy helyesen van mondva, de így mondják például Magyarországon, magyar földön, vagy még melyik szó is van ilyen? Mert lészpeden például a temetőnek azt mondják, hogy cintorom. Értem. És ezek a magyar órák, ezek ugye inkább ilyen irodalmi jellegű órák, amikor verseket, meséket dolgozunk fel nekik. Aztán utána vannak a délutáni órák. A délutáni órák azok egy kicsit szabadabbak. Tehát olyankor van, amikor ilyen játékosabban feldolgozzuk az anyagot nekük, meg ezek ilyen megsegítő jellegűek. Ilyenkor tudunk foglalkozni például, ezen kívül tudunk foglalkozni velük hagyományőrzéssel, amikor táncot, éneket, szentes éneket tanulunk, vagy még ezen kívül vannak a felkészítő órák. Uh-huh. Tehát nekünk nem abból áll a programunk, hogy reggel 8-kor bemegyünk, 12-kor becsukjuk az ajtót és elmegyünk haza. Anna Mária magáé egy misszió, egy küldetés. Hogy kezdte? Hiszen egy pedagógus, amikor pályát választ, akkor nyilván vannak elképzelései, hogy mit szeretne csinálni. Hát, igazából én Kézdivásárhelyi Nagy Péter tanítóképzőbe tanultam. És oda minden évben a végzősökhöz szoktak jönni, hogy hirdessék, hogy gyere te is Moldvában tanítani. No hát, én már akkor elgondolkoztam rajta, csak nekem nagyon, tehát hogy mondjam, nekem eléggé szoros volt a kapcsolatom a szüleimmel, mai napig is. Én Székelyföldről mentem be Moldvába, Sepsiszentgyörről, és a szüleim nem akarták, mert féltek az elszakadástól. Aztán csak elmentem, mert azt mondtam, hogy meg akarom próbálni. És rájöttem arra, hogy ezt csak úgy érdemes csinálni, hogyha beolvadsz. Tehát megéled az ők minden napjaikat, és tényleg ott vagy a faluban, és tudod, hogyha éppen valaki számít rád, akkor ott vagy neki. Tehát egy kicsit meg kell tanulni a ortodoxul, ezt most játékosan kérdezem, ahhoz, hogy elfogadják, hogy az Anna Mária egy magyar tanár, aki
mindent megtesz azért, hogy azok a gyermekek, akik eddig még nem tanultak magyarul, megtanulják ezt is? Hát, a faluban annyira nem szükséges ez, hogy ortodoxul beszéljünk. Már ezt én úgy ennek nagyon örülök, amúgy, mert akárhova elmész, bárki, tehát mindig van egy valaki legalább, aki már veled szóba állni. A román tannyelvű iskolában, hogyha tanítasz, oda viszont kötelezően meg kell tanulni. Mert igazgatónéni nincs olyan település, ahol tudna beszélni magyarul. Értem. Még csak nem is ért. Ezt megszenvedik? Vannak települések, ahol igen, Lészpeden vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy már úgy hozzá vannak szokva, és tudják azt, hogy ez nekik is jó. Mert hogyha valamilyen iskolai program van, akkor mi készítsük a gyermekeket, akik szépen felöltöződve szerepelnek, énekelnek, táncolnak. Úgyhogy Lészpeden ez nem érződik annyira, ez az ellentét. Tehát akkor az ellentéten túl van egy másik oldal, ahol barátságok is születhetnek. Vannak barátai, akik elismerik azt, amit magyar anyanyelvű pedagógusként csinál, vagy ahhoz el kell menni vissza Kézdi vásárhelybe adonnan? Nem feltétlenül. Én legalábbis úgy érzem, hogy ezután, ahogy ezt megtapasztaltam, és látom, hogy mennyire más a viszonyom mindenkivel, tehát a szülőkkel közvetlenebb kapcsolatom van, a gyerekeket másképpen megismerem, tehát jobban megismertem már, így szerintem én úgy érzem, hogy igazán megbecsülnek, és hogy értékelik azt, amit csinálok. Mert ezen kívül, hogy gyerekeket tanítok, ezen kívül még van egy asszonykórusom is. Tehát teljes a napja minden egyes napon. És hogy telik egy átlagos hétköznapja Dáriának? Hát reggel kezdődik az iskola program, ahol teljesen románul beszélgetünk és tanulunk. És azután kettőkortól van a magyar óra, és délután vagy hagyományőrző Tehát az a lényeg, hogy miután elment magyar órára, azután is visszajár magyar órára, délutáni órára, azután visszajár hagyományőrző órára. Aztán ott van az otthoni munka, gondolom. Pontosan. Beszéljünk, először jöttek Székesfehérvárra, illetve hát Velencére a táborba. Amikor megkapták a meghívást, ki mit gondolt először? Várja, te mit gondoltál? Mi fog rád várni itt? Tehát itt minden új volt, ez teljesen. Mit kaptál itt inkább, arról beszéljünk? Mi az, ami felkeltette a figyelmedet, ami jó neked itt? Minden szép itt. Mi pedig nagyon jó, nagyon örömmel, tehát nagy örömmel látunk benneteket. Azért keresem a szavakat, mert hogy ugye ez egy egészen különleges dolog, hogy itt vagytok velünk, és megint itt vagytok Székesfehérváron, mert hogy mindig rácsodálkozom, hogy mi itt el sem tudjuk képzelni igazán Magyarországon, hogy milyen nehéz helyzetben is megállják a helyüket. Anna Mária mit gondolt? Hát én már azt szoktam mondani, hogy Magyarországon könnyű magyarnak lenni. Aztán ott, ahol tényleg nálunk még mindig megvan ez a ranglétra, és ezt szerintem egész Moldvában, de Lészpeden tudom és tapasztaltam, hogy ott még mindig az van, hogy a pap az első személy a faluban, a második a polgármester úr, és a harmadik a tanító. És nálunk az a szomorú helyzet, hogy ezek a gyermekek és az asszonyok csak akkor hallnak magyar misét egy évben, egyszer, vagy esetleg kétszer, hogyha elmegyünk Csíksomjóra, vagy Pusztinába magyar mise van. Mert nálunk Lészpeden a papbácsi egyáltalán nem engedné meg, hogy magyar szentmise legyen. Nehéz megbirkózni a hétköznapokon azzal, hogy igazi ünnepet ülhessen, ugye? Amikor megérkeztek, akkor nyilván voltak elvárásai, vagy gondolatai, hogy mi várja itt. És amikor itt majd a nézők figyelmét felhívom, hogy milyen csodálatos műsort fognak adni a hétvégén szombaton a Városháza dísztermében, akkor bizonyos vagyok abban, hogy ugye ez mindent felülmúl.
Hogy készültek fel erre a műsorra? Hiszen nyilvánvaló, hogy most aztán meg kell mutatni, hogy adott esetben ugyanúgy szól a magyar dal, a magyar ballada, a Lészpedi kislány részéről, mintha a milányaink énekelnék. Hát Lészpeden nekünk igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert Lészpedi születésű Simon Ferenc Józsefné, Fazakas Ilona, és Demeterné Jánó Anna, akik ugye gyűjtöttek, és egyház, tehát Gerlényi születésű volt ez a Jánó Anna néni, ő pedig Simon Ferencné Józsefné, ő egyházas kozáron van eltemetve, ő volt az egyik gyűjtő, akinek nagyon sok énekét lejegyezték, és ezeket kutatva úgy, hogy asszonyoktól, meg bárhonnan, de legjobb persze az asszonyok szájából hallani, úgy próbáltunk összeállítani egy műsort, hogy egy kicsit szemléltessük, egy kicsit ízelítőt adjunk abból, hogy milyenek voltak ezelőtt Lészpeden a guzsajasok. Amikor még nem diszkóba ismerkedtek, amikor nem kocsmába ismerkedtek, hanem mert mivel hogy nem volt lehetőség hova menjenek, így megbeszélték, hogy na ekkor este itt, ekkor találkozunk, és akkor oda gyűltek a fiatalok. Ott aztán énekeltek, táncoltak, verseket mondtak, meséket mondtak. Mi egy igazából egy ilyen guzsajos előadással készültünk, ahol leginkább lészpedi énekek, lészpedi balladák vannak. És bocsánat, nem leginkább, hanem csak. Ott leszünk természetesen, most azonban kérem Dáriát, hogy búcsúzóul énekeljen nekünk egyet, hiszen azt hiszem, hogy a repertoár széles. Dária most Demeterné Jánó Anna néni balladáját, a Madárka madárkát fogja elénekelni. Felállhat. Madárka, madárka, ne zavard a vizet, ne zavard a vizet, hogy ígyom belőle. Hogy igyam belőle, hogy írjak levelet. Apámnak, sanyámnak, szövbeli imádkámnak. Hogy tudják meg ők, és kinek adtak ingém. Cifra katonának, nagy híres tolvajnak. Aki most is áll van Erbény papot ölni, egy pénzért, kettőért nem szánvért untani. Jaj, de mind jól laktam este lefekülni, szeretetlen társval egy ágyba aludni. Mikor megölelem, karjaim zsibbadnak, mikor megcsokolom, könyveim csordulnak. Jaj, de hogy jól laktam, jó reggel felkelni, jó reggel felkelni, csapatokra menni. Sapatokra menni, vires gúnyát mosni, vires gúnyát mosni, jaj, szóval sújkulni. Ahol én járok, még a fák és sírnak, gyenge ágóiról levelek lehullnak. Hújatok levelek, recseték el ingém, mert az én idése más szeretnem ingém.
szeretettél volna, ha szép nem voltam is. Mert én szeretelek, ha szép nem voltál is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez nem egy egyszeri csoda volt Csorba Dáriától Lepédről, hanem aki kíváncsi arra, hogy mi mindent hoztak még nekünk onnét messziről, Moldvából, az látogasson el a Városháza dísztermébe. Szombaton 18 órakor kezdődik a műsor, higgyék el, megéri. Köszönöm figyelmüket, Anna Máriának és Dáriának köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek bennünket, és természetesen, kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy ott leszünk, és beszámolunk arról, hogy mi minden csodát láthattunk, hallhattunk a Városházán. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.